Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 11-én. Az indiai asztrológia szerint a hold a kritika holdházban van. Ez a kritika holdház jelenti az aranykaput az ekliptikán. És itt döntésekről van szó, egy irányról, melyik irányba tekintünk. Mi vagyunk a nyertesek, vagy mi vagyunk a vesztesek. Én ezt az aranykaput összehasonlítom Holle anyó meséjével. Itt mi döntünk, mi vagyunk az arany Mari, vagy mi vagyunk a szutykos Mari. Attól függően, hogy mi a hozzáállásunk a dolgokhoz. A nap és Merkur bolygó ugyanabban a holdházban van, mégpedig a Revati holdházban. Ez az utolsó holdház, és azt jelenti, hogy itt most valamit be kell fejezni. A nap megvilágít bizonyos témákat. Érdekes az, hogy Merkur bolygó visszafele halad, és ez eltart április 24-ig. Merkur tulajdonképpen már a kos jegyében volt, de ezzel a visszahaladással visszatért a halak jegyébe, jelenleg a Revati holdházban van, ugyanúgy, mint a nap. Itt vissza kell tekinteni a múltba. Vagy a múltban nem tudtunk valamit befejezni, és most eljött annak az ideje, hogy ezt elérjük, ezt a célt, vagy befejezzünk valamit. És ezek lehetnek fontos dolgok is, hiszen Merkur bolygó visszatér egy bizonyos eseményhez, és a nap mutatja azt, hogy mennyire fontos lenne most odafigyelni ezekre a dolgokra, ami a múltban nem sikerült. De most újra van lehetőség arra, hogy ezúttal elérjük ezeket a célokat, hogy ezúttal le tudjunk zárni valamit, hogy ezúttal be tudjunk fejezni valamit. És utána lesz majd egy új kezdet. Ezen a napon, április 11-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó sietteti az eseményeket, és Szaturnusz bolygó korlátoz. Itt lehetnek akadályok. Az is lehet, hogy Mars bolygó a férfiakra utal, és Szaturnusz bolygónál komoly témákról van szó. Vagy sorsdöntő változásokról van szó, ez különösen a férfiakra hat ki. Ami a politikai eseményeket illeti, Mars bolygó utalhat a harcokra, a háborúra, és Szaturnusz bolygó korlátozza ezt. Sokan vannak, akik ezt be akarják fejezni. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ez a torony jelentheti azt, hogy ő valamit meg akar nagyobbítani, és a gólya jelenti ezeket a változásokat, tehát sikerül neki. A torony lehet egy nagy épület is, egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági dolog. Ebben a helyzetben is lesznek változások. Gólya jelenti a változásokat. Az is lehet, hogy vagy te, vagy ő fogva érzi magát ebben a
toronyban. Ez egy szűkös helyzet, de most lesznek változások, kiléptek a toronyból. Az érzelmeit bal oldalon látjuk, ott van a gyűrű, az jelenti azt, hogy keresi a kapcsolatot veled, de a gyűrű jelentett visszatérő eseményeket vagy szerződéseket is. És alul látható a mozgás, akkor is olyan csiga tempóban, de mégis érezhető, hogy mozgásba jön, közeledik hozzád. Ez a mozgás jelenthet mindent, ami mozog, például sport, vagy autó, egy autó eladása, vagy vásárlása, akkor a gyűrű a szerződéseket jelenti. Ami viszont kettőtökre utal, hogy keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, és közeledik. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, ez a négy levelű lóhe, illetve ahogy látom, ez nem négy levelű, de mégis a négy levelű lóherét szimbolizálja, ami szerencsét hoz. Itt lesz egy szerencsés fordulat, vagy örül annak, ha találkoztok. A könyv ebben a helyzetben, illetve ennél a kivetésnél nyitott, tehát elmúlik az árkózottsága, és nyitott veled együtt bizonyos dolgokról beszélni. A könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést vagy iskolázásokat is. Mi fűz össze benneteket? Az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt most az I betűről van szó. Mi jut eszedbe az I betűről, azt leírhatod a kommentárba. Ez lehet például Imre, vagy Ilona, vagy Ibolya, vagy Ildikó. Ez lehet egy helység is. Nekem nem jutott eszembe helység I betűvel, de utána néztem az interneten, és ott találtam a helységet, mint Ibrány, és egy másik helység Izsák. De ha neked eszedbe jut valami más, akkor nyugodtan írd le a kommentárba. Az I betű jelenthet egy fogalmat is, mint például igen, most igent kellene mondani. A régi írásmód középen van, az úgy nevezett rovásírás. Ennek van szimbolikus jelentése. Számomra olyan, mint egy tető, ami olyan ferde. Persze segíthet is, ha például esik az eső, akkor a víz az le tud folyni. Amit ez a szimbólum még számomra jelent, mint egy hinta, hol alul, hol felül, hol alul, hol felül. Tehát itt most mérlegelni kell a dolgokat, és kell egy középút. A német nyelvű területeken is vannak ilyen régi írásmódok, ezeket rúnának hívják. Ugyanilyen rúnát nem találtam, mint a rovás írás, de hasonlót. Az alul látható bal oldalon, és jelenti a nőies energiát, az anyai érzelmeket, az intuíciót, és a szexuális témákat is. A napi energia az jobb oldalon látható. Ez a hölgy ott van a kertben. Vagy az is lehet, hogy itt a lakásról van szó, amit ő megszépít, tele van minden virággal, gondozza a növényeket. Itt kreatív tevékenységről van szó, vagy arról, hogy szépítsünk meg valamit az otthonunkban, vagy ápoljuk a növényeket, ez lehet kerti munka is. A kezében ott van egy tálca, azon egy gyertya és füstölő,
Azon kívül a négy elemeknek a szimbóluma, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme, ezt egy hangba kell hozni. És ha megnézem a kezében a füstölőt, meg a gyertyát, ez utalhat szertartásra is, hogy például ma fontos lenne az otthonunkat megszépíteni, egy szertartást tartani, aminek van tisztító ereje is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az I betű. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!